196 éves a himnusz, a magyar kultúra napjára emlékeztek Miskolcon is. Adásunkkal egy időben a Művészetek házában Vas Albert Szerelmem Erdély címmel Rékasi Károly önálló estje kezdődött. 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc a kézirat tanúsága szerint 1823-ban ezen a napon fejezte be, tisztázta le a himnuszt Szatmárcsekén. Kölcsey Ferenc, himnusz, a magyar nép zivataros századaiból. A himnusz mellett még 16 verset szavaltak el a Petőfi Könyvtár kultúra napi megemlékezésén. Számomra sokkal inkább fontosabb, hogy egy kis közösségbe, ismerősök és kevésbé ismerősök között egy óra hosszán keresztül egy kicsit gondolkodunk, egy kicsit versek gondolatait tudjuk befogadni. Bari Gábor költő és a könyvtár együttműködése immár hagyományosnak mondható, ahogy az irodalmi műsornak is hagyománya van. A kultúra napi összeállításban nagy költők és kortárs költők műveiből válogattak az előadók. A magyar kultúra napja az egész nemzet számára, és ezen belül az író társadalom, tehát az írók, költők számára kimondottan kiemelt ünnep, hiszen a magyar nyelv az, ami tulajdonképpen a kultúránk alapja, és a költők, írók, tehát a tollforgató emberek a magyar nyelvvel gazdálkodnak. A kultúranapi program mindig kapcsolódik az adott év jeles irodalmi évfordulójához, így most az Adi centenáriumhoz. Adi 100 évvel ezelőtt halt meg. Ehhez kapcsolódóan a könyvtár egy egész éves programot indított el. Minden hónapban Adinak egy kedvenc versét lehet meghallgatni neves előadók tolmácsolásában a könyvtárban. A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítással is emlékeztek a himnusz születésére és Kölcsey Ferencre a könyvtárban. Bemutatták a himnusz eredeti kéziratának másolatát, és az egész költemény könnyebben olvasható, nyomtatott formáját is, és néhány Kölcsey által írt és róla szóló művet. Kiállították a Berzsenyi Dániellel folytatott levelezést közlő kötetet is, ami azért érdekes, mert Berzsenyinek a Magyarokhoz című versét a himnusz egyik fontos előzményének tekintik.